szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt országgyűlés! Szatmárban található az ország legszegényebb járása, a Csengeri járás, amelynek székhelye, ráadásul szülővárosom, ugyanis tőzsökeres csengeri családból származom, és hát sajnos a térség többi járása sem büszkélkedhet ennél sokkal erősebb gazdasági mutatókkal, amely már csak azért is furcsa, hiszen ez egy klasszikusan és karakteresen erős jobboldali fellegvár, és hát a Fidesz a saját maga javára a választási jegyzőkönyveken észreveszi ezt a hegemóniát, de sajnos a Szatmárban élő emberek a bérjegyzékükön annál kevésbé tapasztalják, vagy egyáltalán nem is tapasztalják, hogy kiemelt kedvezményezettjei lennének akár az elmúlt 32, akár az elmúlt 12 esztendőnek. A Mátészalkai választókerületben utoljára 1994-ben fordult elő, hogy nem Fideszes jelölt szerzett egyéni mandátumot. Ahhoz képest természetesen nem vitatjuk, hogy érkeztek kisebb fejlesztések, de igazi nagy átütő erejű fejlesztés a mai napig várat magára. És hát természetesen a Mátészalkai, a Csengeri környéket és az egész választókerületet sok egyéb más probléma is gyötri. Nem csak az, hogy egy átlag munkavállaló egy havi tisztességes és kőkemény munka után az esetek döntő többségében nem kap 10 darab 20 ezerest, nem kap nettó 200 ezer forintot sem, amelyből nagyon-nagyon nehezen lehet megélni, ugyanis a kormányzati sikerpropaganda és hazugságok ellenére az alapvető élelmiszerek esetében nem százalékokban, hanem szorzószámokban lehet mérni az elmúlt két esztendőben az infláció mértékét. Ez egy rendkívül alacsony keresetű térség munkavállalóira pedig sokszoros terhet ró. Mint ahogy azt is tapasztaljuk, hogy a Mátészalkai Kórház alapellátásának fenntartásáért is folyamatos politikai közelharcot kell vívni. Legutóbb 2020 őszén merült fel, hogy ezúttal a szülészeti nőgyógyászati osztályt zárják be, aztán politikai értelemben vett utolsó pillanatban eldördült figyelmeztető lövéssel, és egy nagy összefogással, a Mi Hazánk Mozgalom és a lakosság nagy összefogásával sikerült legalábbis egyenlőre megmenteni a szülészetet és a nőgyógyászatot, holott a térség központja egészségügyi szempontból is Mátészalka, létkérdés, hogy hosszú távon fönnmaradjon e tekintetben is városunk központi, egészségügyi központi jellege. És hát természetesen a Mátészalkai és a Csengeri Ipari Park is rendelkezik szabad vegyértékekkel. Mátészalkán nagyon kevés, kicsi előrelépés lehet tapasztalni. A Csengeri Ipari Park pedig gyakorlatilag csak szabad kapacitásokkal rendelkezik, hiszen itt valós érdemi működésről egyáltalán nem lehet beszélni. És végül, de nem utolsó sorban, hadd ejtsek szót két komoly beruházásról, két külön-külön is átütő erejű beruházásról, amely papíron és a propaganda szintjén létezik, azonban a valóságban még a mai napig nem indult el a megvalósításuk. Az első és az igazán fájdalmas az M49-es gyorsforgalmi elkerülő út megépítése. Ez körülbelül ugyanaz, mint Budapesten volt a 4-es metró beruházás. Budapesten főpolgármesteri címet lehetett nyerni legalább 2-3 választáson a 4-es metró megépítésének hamis ígéretével. Pontosan ugyanez nálunk az M49-es gyorsforgalmi elkerülő út, már legalább negyed százada, legalább 25 éve van napirenden. Az Őr és Ökörító fülpös közötti szakasz megépítése elvileg bármikor megkezdődhetne, az Ökörító fülpös Csenger szakasz megépítése pedig ki tudja mikor történhet meg, tervrajzokon, tervezőasztalokon, mindegyik nagyon jól áll, csak a valóságban nem kezdődött még el a tényleges érdemi fizikai kivitelezés, pedig egy 2006-os forgalomszámlálási kocsordi forgalomszámlálási adat alapján Kocsor településen 24 óra alatt 10.000 gépjármű haladt át, 10.340 egészen pontosan. Ez 2010-re 16.000-re emelkedett, azóta pedig bőven meghaladta a 20.000-et. A közlekedésbiztonságtól kezdve a belterületi ingatlanok jelentős értékcsökkenéséig bezárólag számos probléma adódik és erősödik amiatt, hogy nem kezdődött meg az út megépítése. Úgy látszik, hogy más térségek megkapták ezt a fejlesztést, addig nekünk erre is még hosszú éveket kell várni. A Csengeri börtön megépítését 2017. május 4-én ígérte meg a Csengeri járás népének a miniszterelnök úr. Ez legalább 500 embernek adna munkát, legalább 2000 ember megélhetését biztosítaná. Úgy látszik, hogy ez is egy füstbe ment terv marad, egyenlőre sajnos ismeretlen okokból várni kell ennek a beruházásnak a megkezdésére is.
Nem kérünk mást, nem kérünk többet, tisztelt képviselőtársaim, csak azt, hogy vegyék figyelembe, hogy egyenrangú polgárai vagyunk ennek az országnak, ugyanazokat a kötelezettségeket teljesítjük, ugyanazokat a közterheket viseljük és fizetjük, ugyanazok a jogosultságok és lehetőségek illetnek meg minket is, mert semmivel nem vagyunk alávalóbbak, mint az ország más térségében élők, úgyhogy senki nem erészelje ezek után madárnak nézni a Szatmárban élő embereket. Köszönöm szépen!